Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem Almási Ferenc főorvos, mégpedig beszélgetésünk apropója, hogy főorvos úr a székesfehérvári egészségügyért díjat vehetett át nemzeti ünnepünkön. Én azt gondolom, hogy minden székesfehérvári nevében így utólag is gratulálhatok. Köszönöm szépen. Köszönjük azt a több évtizedes munkát, aminek az az eredménye, hogy úgy rendben van az egészségügy Székesfehérváron, mondom én, és ez köszönhető annak a generációnak, amelynek ön is tagja, akik a 80-as évek elejétől nagyon sokat tettek ezért. Kezdjük talán az elején, egy kiskunfélegyházi srác miként dönt úgy a középiskola elvégzése után, hogy orvos szeretne lenni? Hát üdvözlöm én is a nézőket, megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Hogy dönt egy srác? Én egy reál tagozatú osztályba jártam, Kecskeméten, a Katona József gimnáziumba. Volt egy kiváló biológia tanárunk, és egy rendkívüli motiváló erővel rendelkező osztályfőnökünk, aki egy matek-fizika tagozatos osztályból azt a két kilógót, aki a humán dolgok iránt érdeklődött, mindjárt a negyedik évfolyamon elküldte felvételizni külföldi egyetemre, hogy próbáljuk meg. Annak idején Oxfordban nem lehetett, csak a szocialista országokba jelentkezni, és hát a biológia tanárunk az belénkoltotta, ő biológus lett később a másik fiú, én meg az orvosi pálya iránt érdeklődtem már akkor. Belénk oltotta a biológia szeretetét, és elmentünk, megpróbáltuk. Nem vettek fel külföldre az első felvételin, második felvételin itthon sem vettek fel az orvosegyetemre, Szegedre, és a harmadik felvételi sikerült úgy, hogy felvettek, Szovjetunióba tanultam, Leningrádba végeztem az egyetemet. Az egy rang volt. Ugye így utólag mindig összerándul az ember gyomra, hogy azt mondjuk, hogy Szovjetunió. De hát ez politikai kérdés elsősorban. Szakmai, ha szakmai kérdésekről beszélünk, számtalan olyan ismerősöm, barátom van, aki Moszkvában, Leningrádban végzett, és bizony mondom, hogy a szakmájuk legkiválóbbjai közé tartoznak. Az egyetem elvégzése után, amikor elkezdtem itthon dolgozni, én sem éreztem kevesebbnek magamat a friss diplomával, mint azok a fiatal kollégák, akikkel együtt kezdtem a munkás éveket. Nem sokkal a munkakezdés után el lehetett kezdeni, két év után szakvizsgára lehetett jelentkezni, és egy csomó szakmai tárgyat a Fejér megyei Szentgyörgy kórházba, meg szakrendeléseken végig kellett csinálni, és találkoztam azokkal a kollégákkal, akik később hosszú évtizedeken keresztül munkatársaim lettek, ők is készültek a vizsgákra, és picit sem éreztem magam kevesebbnek. Persze kevesebb volt annyiban az ember, hogy azokat a gyógyszereket, egy csomó eljárásrendet, amit a nyugati orvoslásban használnak, alkalmaznak, azokat mondjuk az ember nem találkozott kint az egyetemi tanulmányai alatt, de én hiszem, hogy egészen magas színvonalú képzést kaptunk kint. Az orvoslásra vonatkozóan, a közegészségügyre vonatkozóan, hát ez furcsa kettőség alakult ott az emberbe ki, mert hát azt nem mondanám, hogy megfelelő közegészségügyi viszonyok voltak kint, de a szemlélet, amit belénk oltottak, az igenis az volt. Igen magas színvonalú volt. Ugye hozzá kell tennünk, hogy a Szent György kórházba akkor érkezett meg, illetve már megérkezett a legendás Romhányi generáció. Úgy van. Tehát a Gogl, Kuhár, nem sorolom, Solt. Nagyszerű, Simon Kornél és a többiek. Igen. Tehát egy nagyszerű csapat, és tehát nyilván volt összehasonlítási alapja. Főorvos úr, miként választott szakirányt? Hiszen az nagyon fontos, hogy egy fiatal orvos mibe szerelmesedik bele. Hát gondolom elhiszi azt, hogy szerkesztő úr, hogy én nem ezt a pályát akartam, amit végigjártam csinálni. Én miután nem vettek fel rögtön az egyetemre, hogy ne vigyenek el akkor még katonának két évre, én Kecskeméten dolgoztam az ottani megyei kórházba, traumatológián dolgoztam műtőssegédként, és szerettem volna azt a
szakirányt választani, illetve gyerekgyógyászatot, hisz a gyerekekkel mindig is nagyon jól megértettem magam. De hát a sors úgy hozta, hogy ki kellett menni, mert felvettek, és az eléggé determinálta az irányát az életemnek. Idestova 4 évtizede érkezett Székesfehérvárra, 38 esztendeje pontosan, és én azt gondolom, hogy az a 4 évtized nagyon-nagyon fontos. Kezdjük talán a népegészségügynél. Ez egy népszerű szó volt az akkori világban, ma is nagyon fontos és népszerű, illetve kiemelten fontos, mondhatom így. Melyek voltak az alapok? Hiszen az kiemelt kockázattal jár, tetszik, nem tetszik, szakmai szempontból népegészségügyel foglalkozni. Olyan sok irányú, olyan feladatokat ró az ember fiára, ha orvos, hogy azt hiszem, hogy egy köznapi ember el sem tudja képzelni. Hát valóban nagyon sok ága van annak idején a közegészségügynek nevezett szakmai vizsga lehetőségnek. Tulajdonképpen az élet valamennyi területét fölkarolta, az élelmezés egészségügytől a munkaegészségügyen át a gyermek és ifjúság egészségügyig, egészen a munkahelyek higién és rendjén keresztül az orvoslásnak a mienségének a vizsgálatán keresztül gyakorlatilag az minden területét, az ivóvizektől a szennyvizekig, a védőoltásoktól a szemétszállításig mindennel kellett foglalkoznunk, hisz a közegészségügynek pontosan az a feladata, hogy a köz egészségére vigyázzunk, és elsősorban a megelőzés eszközeivel. Végigjárta a ranglétrát mindenféle értelemben. Melyik volt az a szakmai feladat, amelyben kiteljesedett? Amelyre azt mondta, hogy igen, tehát nyilvánvaló, hogy valamennyi így van, de ami különösen a kedvére való volt, mert azért az orvos, amikor szolgálatot végez, akár csak a hippokratészi eskü mentén is, az nagyon fontos számára. Hát a kezdeti időszakban két szakmai területtel foglalkoztam, a munkahigiénével, munkaegészségüggyel, és az élelmiszer közismert nevén élelmiszerbiztonságnak mondanánk mai napon, az annak idején az élelmiszerhigiénia volt, amikor én ezzel a témával foglalkoztam, és hát a vendéglátásban és a közétkeztetésben hát elég sokan ismerik mai napig is a nevemet, és hát van, aki nem biztos, hogy jó élményekkel emlékszik vissza ránk, mert pár alkalommal igen durva dolgokat kellett csinálni annak érdekében, hogy megelőzzünk komolyabb problémákat. Hiszen ez a kettősség, a munkaegészségügy és az élelmiszer egészségügy a 80-as évek elején azért a reneszánszát élte. Azt is megmondom, hogy miért gondolom ezt, mert hogy ugye sokan elfelejtik, hogy az Ikaruszban még dolgoztak 2500-an, a Videotonban 9000-en, a Köfénben, a járműjavítóban, a fémmunkásnál, nem sorolom, a színvasasnál nagyon-nagyon igen. Sokan. Tehát, és ráadásul kemény fizikai munkát végeztek, ami különös feladatot rótt önökre. A másik oldalról, hogy ennek a sok embernek bizony menzát kellett adni. Bizony. Tehát ez a kettősség az már is meghatározza, hogy milyen nehéz feladatuk így volt. Így van, és hát ezek éppen a legnagyobb vállalatok, amiket ön említett, nagyon sokféle ártalomnak voltak az ott dolgozók kitéve, és pontosan ezeket a foglalkozás körében jelentkező ártalmak egészségkárosító hatásainak kivédése érdekében igen sok orvosi vizsgálatot kellett elvégezni, azoknak a rendjét kellett szabályoznunk, azoknak az elvégzését kellett ellenőriznünk, illetve azokat a munkahigién és megelőző és a munkavégzés közben jelentkező problémákat, akár a légszennyezettségi vizsgálatoktól az ivóvíz biztosításáig mindent ellenőrizni kellett az ott akkori szabályok szerint, hogy ez megvan-e, biztosította a dolgozók részére, és ezeknek a feltételeknek a megléte esetén lehetett a legnagyobb biztonsággal számítani arra, hogy nem alakulnak ki
foglalkozási megbetegedések, esetleg fokozott expozíciók a az medicinen. Évek hosszú során mennyit változott az a munkaegészségügy? Tehát itt gondolok, hogy szép lassan eljutunk a rendszerváltásig, egy új struktúra alakult ki a gazdaságban. Igen, hát ez érezhető volt a folyamatos változás. Azok a régi klasszikus fizikai munkák, azok szép lassan eltűntek, inkább a magasfokú gépesítés irányába mentek el a dolgok, és ebből adódóan finomodtak is a munkahelyeken jelentkező ártalmak, egyre kevésbé a durva ártalmak irányába tudtunk elmenni, és ezeknek a finom ártalmaknak a vizsgálata is egyre nehezebbé vált, egyre bonyolultabb és részletesebb, akár laboratóriumi, már humán laboratóriumi vizsgálatokat, akár a munkahelyeken a jelentkező ártalmakra vonatkozó vizsgálatokat, egyre finomabbakat kellett elvégezni. Ugye az ön hivatala, az ön munkája mindig is bizalmi helyzet. Tehát általában az orvosok is, de a kölyál, aztán később az ANTS még inkább vonatkozik erre. Hogyan lehetett ezt a bizalmat fenntartani? Hogy választott olyan munkatársakat maga mellé, amikor már megtehette, hogy maximálisan megbízott bennük, hiszen itt egy város bizonyos értelemben teljes megítélése múlik önökön. Még egy dolgot azért szeretnék elmondani. Két szakmai területet említettem, ami nagyon közel állt a szívemhez, és ezzel két témával foglalkoztam Beatóban a beosztott munkatársaimmal, illetve hát egy csapat részeként. A rendszerváltás után az ANTS kialakulásával az egészségügynek a felügyelete is a népegészségügy, az ANTS-nek a felség területévé vált, és az úgynevezett egészségügyi igazgatás volt az a harmadik szakmai terület, amivel igen szívesen foglalkoztam, és hát remélem, hogy az orvos kollégák, elsősorban a házi orvos kollégák, akikkel kapcsolatba álltam, szívesen emlékeznek azokra az időkre, amikor együtt dolgoztunk, hisz igyekeztem mindig a problémák megoldására irányítani a figyelmet, és a lehető leghumánosabban hozzányúlni a problémákhoz. Válaszolva a második kérdésére, hogy hogyan tudtam ezt elérni, én nekem mindig is szerencsém volt, még beosztottként 1995 előtt is nagyon nagy szerencsém volt, mert kiváló munkai vezetőim voltak. Olyan kollégáim voltak középkáder szinten, akik hosszú idő óta gyakorolták és ismerték a szakma minden csínyát, bínyát, tehát lehetett tőlük tanulni. A szakmai vezetőmtől is, aki felettem volt a ranglétrán, őtőlük is igen sokat tanultam, és nagyon szívesen emlékszem vissza rájuk. Kiváló vezetőim voltak mindig is, erre igen büszke vagyok. Aztán, amikor én kerültem abba a pozícióba, hogy vezető lettem 1995-ben, megörököltem egy olyan tapasztalt gárdát, aki mellé fiatalítással nagyon sok tehetséges kollégát sikerült megnyerni a munkatársaim közé, és hál' Istennek az én vezetési időszakom alatt, 95-től 2016-ig, amíg a munkát közös megegyezéssel abban nem hagytam az államigazgatásban, gyakorlatilag azt mondhatom, hogy igen, minimális volt a fluktuáció a munkatársak között, mert úgy vettem észre, hogy sikerült mindig megtalálni ráérzéssel a kiválasztáskor azokat a kollégákat, akik velem is szívesen dolgoztak, és én is szívesen dolgoztam velük. Sok szakmai és különféle elismerést kaptam a munkám alatt. Két elismerésre igazán nagyon büszke vagyok. Az egyik, amit a beszélgetésünk kezdetekor említett, amit Székesfehérvár városától kaptam. A másik meg, amit a munkám befejeztekor a munkatársaimtól kaptam. Sokféle dolgot kaptam. Többek között egy Oscar szobrot kaptam, aminek az aljára az volt ráírva, hogy a legjobb főnöknek.
Igen, ez a mindenféle értelemben pozitív megerősítés. Biztos. Én legalábbis annak vettem, hogy szívesen dolgoztak velem a munkatársaim. Ugye beszéltünk arról, hogy a rendszerváltás után jelentősen megváltozott a szervezet, nem csak a neve, a szerepe és helye is az egészségügyben. Hogyan lehetett olyan szakmai kapcsolatokat kiépíteni, ami aztán a máig hat? Tehát gondolok itt elsősorban arra, hogy nyilvánvaló, hogy bármennyire is Székesfehérváról van szó, tapasztalatokat cserélni mindig fontos. Ez így van. Mindig is fontosnak tartottam én magam is, hogy részt vegyek különféle szakmai továbbképzéseken, baráti megbeszéléseken, szakmai baráti megbeszéléseken, és itt cserélhetünk információt, tapasztalatot, tudást a kollégákkal, illetve mindig is arra ösztökéltem a munkatársaimat is, hogy minden szakmai továbbképzésen vegyenek részt, ahol a szakmai ismereteket el lehet sajátítani, illetve rendkívül fontosnak tartottam, hogy az ellenőrzött vagy vizsgált szakterületek dolgozóival, ott vezetőivel a munkatársaknak jó kapcsolata legyen. Hál' Istennek elmondhatom, hogy igen ritkán a vezetői időszakom alatt igen ritkán volt szükség a fegyelmezés eszközeire. Volt, mert volt egy-két eset, amikor fegyelmit kellett kiosztani, de inkább nagyrészt pozitív visszajelzéseket kaptam a munkatársaim tevékenységéről, mind az emberi hozzáállásukról, mind a szakmai ismereteikről, mert igen, sokszor nagyon jó és nagyon pozitív visszajelzések jöttek, akár az orvosoktól, akár az ellenőrzött személyektől. A 4 évtized kérdezteti velem, hogy ön szerint hogy áll most a magyar egészségügy? Úgy általában, és ennek tükrében miként foglal helyet ebben a bizonyos hierarchiában az ANTS? Jó úton járunk? Hát erre most nagyon nehezen tudok válaszolni. Azért tudok nagyon nehezen válaszolni, mert az a két szakmai terület, amivel én kezdtem a hivatásomat 1980-ban, azt a két szakmai területet teljesen leválasztották a tisztiorvosi szolgálatról. Először kölyál, aztán tisztiorvosi szolgálat, majd most az államigazgatáson belül a népegészségügyről teljesen leválasztották. A munkaegészségügy, a munkavédelem, munkabiztonsághoz került, az élelmiszerbiztonság 95%-ban a feladatait az állategészségügy vette át. Ahhoz képest, ami korábban a kölyál, majd kezdetben a népegészségügy feladatainak, meg az eszköztárainak a lehetőségeivel megfogalmazódott számunkra, azok jelentős mértékben beszűkültek. Tulajdonképpen a feladat sor elvi része megmaradt, mert továbbra is a nép egészségügyért, a közegészségért kell dolgozni a munkatársaknak, csak sokkal szűkebb szakmai területeken, mint korábban. Tehát a saját szakmámról, ha azt mondhatom, erős, hogy is mondjam, visszaszorulás tapasztalató a hierarchián belül, a hatalmi hierarchián belül. Lehet nyugodtan mondani, hogy hatalmi hierarchia, mert az államigazgatás az hatalmi hierarchiára épül. De én úgy gondolom, hogy az az évtizedek során kialakult óriási elismertség és tapasztalat, ami a kollégákban felhalmozódott, az mai napig is hatással van a szervezet megítélésére, és úgy gondolom, és úgy éreztem mindig is, hogy igen pozitív megítélésére. A magyar egészségügyről, hát igen sokféle dolgot lehet hallani mostanában. Én 2 év óta gyakorlatilag teljes visszavonultságban élek, amit látok és hallok, azt elsősorban a korábbi tapasztalataim alapján mondhatom el, illetve amit a rádióból, televízióból, meg a sajtóból, internetről az ember hall tud. Bizonyos, hogy egy csomó dolgot újra kell gondolni, újra kell szervezni, de én hiszem azt, hogy a magyar egészségügyi ellátás
világszínvonalon van, bizonyos szervezeti átalakításokkal és investíciókkal azt a korábbi magas szintű, világszintű elismerést vissza lehet szerezni, és meg lehet újra szerezni, ami korábban volt. No, ez az elismerés nagyon fontos az életében. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk önnek, de mégis érdekelne, hogy mi volt az első gondolat, amikor megkapta az értesítést? Bizonyosan tudja, hogy volt egy kis malőr ott a... Igen, de... Én amikor 2016-ban, amikor elhagytam az államigazgatást, akkor kértem a kapcsolataimat, hogy én nem szeretem, hogyha engem ünnepelnek. Két évvel később, amikor ténylegesen is nyugdíjassá váltam, kicsit meglepett a dolog, de rendkívül jól esett. Mint mondtam, sokféle szakmai elismerést kaptam, állami többet is. De igazából kettőre vagyok büszke, amit említettem. Kettőre azért, mert többire is büszke vagyok, de ezek nagyon közel állnak a szívemhez. Erre a kettőre azért, mert a Székesfehérvár egészségügyi ellátásáért attól a szervezettől kaptam, ahol szakmai pályafutásom elkezdődött, kiteljesedett és vége lett. Tehát valahol benne van az elismerése annak, hogy valamit tettem le az asztalra, több lett az egészségügyi ellátás a város azzal a tevékenységgel, amit én végeztem. A másik oldal, amit a kollégáimtól kaptam, az meg annak az elismerése, hogy valószínű, hogy velük együtt, mert velük együtt lehettem csak sikeres, lehettem sikeres, ők is értékelték azt a munkát, amit együtt elvégeztünk. Én nem egy autokrata főnök voltam, azt gondolom, úgy érzem. Én elvártam, hogy a kollégák elmondják a véleményüket, a szakmai véleményüket, és hál' Istennek ezt meg is tették. Tehát úgy vettem észre, hogy akikkel együtt dolgoztam, azok szerettek velem együtt dolgozni. Főorvos úr említette, hogy visszavonultan él, mármint a közélettől. A közélettől. Mivel telnek a napjai? Hát igaz, amit a nyugdíjasok szoktak mondani, hogy nagyon ideje az embernek, semmire nincs. Van egy kis vállalkozás, aminek a részese vagyok, abban kell dolgozni, de az a kevesebbik része. Egy csomó dolgot, amire nem nagyon volt időm a munkám ideje alatt, azt most bőséggel tudom tenni, rengeteget olvasok, színházba, moziba járunk elég sokat, színházba főleg nagyon sokat, helyi színházba és Budapestre is sokszor járunk, illetve nagy a család, az én magyar családom, mert feleségem a Szlovákiából származik, és különféle nagyvárosokban laknak, ahol színházak vannak, és oda is eljárunk színházba. Van két gyönyörű unokám, nagyon-nagyon sokat vagyok velük együtt, szívesen. Tehát kerek a világ. Hát annyiban nem kerek, hogy az élet előre haladtával az embernek jönnek az egészségügyi problémái. Tulajdonképpen a közigazgatást is emiatt hagytam össze ott, mert nagyon sok kardiális problémám adódott, amit nem igazán tudtam karbantartani. Elég stresszes volt már az utóbbi időszak, és szóval nehéz volt már az egészségem szempontjából. Ez az év különösen nehéz volt az eleje, mert voltak elég komoly problémáim, sajnos most is van. Orvos úr, jó egészséget kívánok önnek, még egyszer gratulálok. Vigyázzon magára, szükségünk van önre továbbra is. Nagyon köszönöm a meghívást. Megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Almási Ferenc főorvos úr volt, aki augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön a Székesfehérvár egészségügyért díjat vehette át. További szép estét kívánok, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!